Szeretettel köszöntöm Önöket, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Váradi Eszter Sára és Keller János neve Székesfehérváron a köztudatban már összefonódott. Sokan azt gondolják, hogy ők egy párt alkotnak, ami egyébként a színpadon igaz is, és nagyon-nagyon sok helyzetben igaz is. Hát majd most ők elmesélik, hogy ők hogyan állnak egymással, és hogyan kerültek egyáltalán egymással összefüggésbe. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Sziasztok! Szia! Szia! Örülünk, hogy itt lehetünk. Na hát az előbb elmondtam itt a kis felvezetőmben, hogy a nevetek már összefonódott, hiszen már számos év van a hátatok mögött így együtt is, és hát külön-külön is a színpadon. Én átadnám a szót Eszternek, mert hogyha ő jókat mond rólam, akkor én is jókat fogok, viszont fordítva esetleg rosszat mondana, akkor, tehát én kíváncsi vagyok, hogy mit mond rólam. Igazából nekem az járt itt, miközben felkonferáltál minket a fejemben, hogy mikortól is, azt hiszem 16 éve? 16. 16 éve, hogy először, mikor a János ide került, akkor partnerekként összeosztottak minket a Hegedűs a háztetőmbe, ugye? Igen. És akkor tulajdonképpen azóta ez így is maradt. Vagy, hogy ez még egy házasságban, nagyon vagy sokszor... egy kapcsolatban is soknak hát tűnik. Hát a 16 egyébként. Év, igen, azért az szerintem már egy ilyen valami, nem? Hát vaskos könyvet tudnék írni a mi kapcsolatunkról. Ígértem is Eszternek, hogy ha megöregszem, akkor lehet, hogy nekiállok. Bocsánat, a házasságból legalább el lehet válni. Tehát ugye legalább van egy ilyen döntés. Ti csak csipkelődni tudtok. Mi meg csak visszük egymást tovább. Ha megírom ezt a könyvet, ez valószínűleg nagyon nagy terjedelmű lesz, tehát mert most biztos vagyok, és még nem tudom, hogy mi áll előttünk. Tehát vannak sejtéseim. Azért mi már elég sokszor találkoztunk, és hát számos alkalommal meséltetek már egymásról, akár rigolyákról, akár olyan dolgokról, amit mondjuk tényleg csak egy férj és egy feleség tud így egymásról, vagy ebből ugye az látszik, hogy nagyon bensőséges azért a ti kettőtök kapcsolata, és hát azért azt elmondhatjuk a nézőknek, hogy nagyon-nagyon jó barátságban vagytok egymással. Ez így van, de szerintem ez nem egyértelmű dolog, hogyha az ember sokat játszik egy partnerrel, akkor barátok is lesznek. Valahogy a sors úgy hozta a mi életünkbe, és ezt mondhatom szerintem Eszter nevében is, hogy valóban nem csak a színpadon tudunk együtt nagyon jól dolgozni, hanem a magánéletben is, hát tulajdonképpen mindent megbeszélünk egymással, és segítjük egymást, és nem csak szakmailag, hanem emberileg is. És nyilván ez kihat a színpadi munkánkra is, ami szerintem ad valami plusz töltetet ahhoz, hogy hitelesen tudjunk eljátszani házaspárokat, szeretői viszonyt, és hát már nem is tudom már, miket játszottunk el együtt. Hát az Eszter volt már nagynénim, minden volt más, az anyukám nem. Nem voltam, az nem volt valamiben? Azt hiszem nem. Nagynénim voltál. Nem tudom, mert csak arra emlékszem, hogy évekig mondogattam, hogy már mindenem voltam, csak az anyja nem, és hogy aztán egyszer ez, mintha bekövetkezett volna. Nem volt valami darab? Nem, szerintem. Na mindegy, majd közben gondolkodom, de... Egyébként így a rendezők, vagy így a színház igazgató nálatok szintén így gondolja, hogy titeket azért sok mindenbe egyszerre kell látni. Hát jó, vannak olyan színdarabok, amiket ti csak ketten csináltok, ugye, meg saját rendezések, de ez már nálatok így szokássá vált, hogy akkor titeket össze kell rakni? Tulajdonképpen nem, mert azért vannak olyan darabok, amiben nem így van. Olyan is volt, már volt olyan igazgató, aki megpróbált minket szétválasztani tudatosan, hogy akkor most ne játszunk együtt, de a sors mindig összehoz, tehát tulajdonképpen nem telt el úgy évad, hogy ne lettünk volna partnerek legalább egy bemutatóban, ugye? Igen, hát azért szerintem ez ilyen kimondva, kimondatlanul, tehát hogy ezt nyilván mindenki tudja, hogy mi nagyon sok felé járunk így együtt, és hogy sok felé hívnak, hála Istennek, és most hirtelen az jutott eszembe, hogy például szerintem a Csókos asszony operett történetében szerintem nem volt olyan az országban rajtunk kívül, hogy ott a Bon Viván, a Dorozsmai Pista, illetve a Hunyadiné, aki nem is a szubrett, hanem a komika, én azt a szerepet játszottam benne, nagyon szerettem, és egy duett erejéig összeosztottak minket, és Hargita Iván a rendező, aki egyébként a művészeti vezetőnk a Vörösmarty Színházban jelenleg, és ő mondta azt, hogy tulajdonképp majdnem mindegy, hogy milyen jelenet van előtte, vagy hogy, de hát, hogy ezt a számot nekünk együtt meg kell csinálni.
és hát nagyon örültünk is neki, meg nagyon élveztük, meg a nézők is nagyon hálásak voltak érte, úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen módon azért igen, úgy a fejekben ott van, hogy talán érdemes minket néha így összeosztani. Meg hát ugye nem beszélve a külön kis meghívásokról, ahol ugye rendezvényekre hívnak titeket, és együtt szerepeltek egy csomó mindenben, musical részleteket, operetteket, meg bármilyen más slágert így együtt adtok elő. Az külön öröm számunkra, hogy itt a város tulajdonképpen minden nagy rendezvényén felléphetünk, illetve most már egyre többet megyünk megyén kívül is. És ez nyilván ezt is Fehérvárnak köszönhetjük, hogy a sok lehetőségnek nyilván híre megy az országban, és most is készülünk olyan fellépésre, ami nem a megyében van, de már így hívnak minket, hogy a Váradi Keller. És ez hihetetlen nagy öröm, nagyon sokszor elmondtuk már, hogy találkozni személyesen a közönséggel, az valami óriási élmény. Tehát az a rengeteg szeretet, amit mi kapunk az Eszterrel itt a városban, a megyében, és azon túl is olyan hihetetlen erőt ad a mindennapokhoz, hogy azért muszáj megemlítenem mindig, mert nem tudom elégszer megköszönni, és azt mondhatom a te nevedben is, hogy hihetetlen az, amit mi kapunk, és minden egyes fellépésre úgy készülünk az Eszterrel, tényleg, mint hogyha az első lenne. Tehát soha nem megyünk oda úgy, hogy jó, hát ezeket már énekeltük 10-szer, 100-szor, hanem mindig megpróbálunk valamit újítani, valami új dolgot belecsempészni abba a műsorba, és ezt érzik az emberek szerintem, és azért tud ez ilyen hosszan fent maradni, ugye? Mondhatom igen, ezt. Igen, és egyébként ez meg döbbenetes, hogy így az évek során, mert ugye ezeket így mindig elmondjuk, és tényleg az ember nem győz elég hálás lenni ezért a kedvességért, de hogy amikor az ország más tájairól jönnek, kiderül, hogy utánunk, ide-oda, és akkor a portán vár egy kis csomag, hogy szeretete, és akkor mitől kiderül, hogy Szegedről vagy. Tehát egészen elképesztő. Budapestről, hát nem tudom, tehát, hogy az ország minden tájából érkeztek már úgy nézők, vendégek, akik kiderült, hogy miattunk jönnek, és ez nagyon megható. Egyébként így egy-egy szereplés után oda mennek hozzátok, és megkérdezik mondjuk azt, amit én az elején felvetettem, hogy ti egy pár vagytok? Ez nagyon sokszor fordult már. Nem is győzzük hangsúlyozni, hogy mi az életben nem vagyunk egy pár. Volt olyan kedves ember, aki szinte követelt, hogy én mondjam azt, hogy mi egy pár vagyunk, de mondom, de mi nem vagyunk futott egy pár. Futott mellettünk az utcán, és Janit annyira nyaggat. De hogy valljam be, hogy de mondom, én bevallanám, higgy el, de amikor az Eszter terhes volt, akkor nagyon sokan gratuláltak nekem, illetve hogy kérdezték tőlem, hogy mi lesz a baba neve, és mindig mondtam, hogy hát fordulnak az Eszterhez, és sokan nem értettek, hogy de miért nem mondom. És mondom, hát azért, mert nem az enyém. És akkor ezt így sokan csalódottak voltak, hogy ők annyira azt hitték. De igen, ott volt még egy ilyen csavar, mert ugye igazából mind a kettőnk gyereke Marci. És csak ugye a Jani gyereke Márton Marci, az enyém meg Marcel Marci, de hát ugye marcizuk mind a ketten, és akkor hát ebből is aztán még utána később voltak ilyen kacifántok, hogy ugye mind a ketten Marci nevű gyerekről beszéltünk, amikor a gyerekeinket emlegettünk, úgyhogy de teljes zavar lett ez ügyben, igen. Van egyébként más ilyen hasonló összefonódás így az életetekben? Azon kívül, hogy barátok vagytok, és hogy a gyermekeiteknek a neve ugyanaz, hát legalábbis a Bece neve, más ilyen hasonló összefonódás? Hát biztos ezer lenne. Most így hirtelen így nem jut eszembe, de... Biztos van. De biztos. Tudnátok egyébként egy olyan jelzőt mondani a másikra, amit mondjuk így a sok-sok év alatt így megtanultatok egymásról? Mint mondjuk én tudnék a férjemre mondani egy jó párat, biztos ti is annyira kiismertétek már egymást. Nagyon sokat tudnál szerintem mondani. De Jani nagyon sok jelzőt. De tartsuk meg a kedvesebbeket. Csak a kedvesebbeket? Olyan nincs. Ezen gondolkoznom kell. Hát az első, ami eszembe jut, az mondjuk az, hogy szeleburdi. Tényleg? Én próbálom pozitívan megközelíteni, tehát azt gondolom, hogy például Jani mellettem sokkal türelmesebb lett, mint régen volt. Hát most is türelmetlen, ez a te érdemed. De hát inkább azt gondolom, hogy a sok erőpróba egy kicsit
igen, igen, tehát egy kicsit rugalmasabbá tette, mert muszáj volt. Hát belekényszerítettél ebbe a rugalmasságba. És ez vajon miért van? Lehet mondjuk az oka, hogy te mondjuk Budapestről jársz ide, és neked egy kicsit, ugye van neked is egy más fajta életed ott Budapesten, és lehet, hogy egy kicsit az igazodásban, neked pedig ugye Veszprémben. Én erre nem szeretem ezt fogni, nem. Én valóban, én régen nagyon hogy mondjam, hát szelemúrdi voltam tényleg, és szerintem ez is sokat javult. De hát most az tény is való, tehát szerintem egy nőnek, meg egy férfinak az életét nem lehet összehasonlítani. Tehát, hogy most ne figyelj ide, tényleg hát sokszor, és most nem is olyanira gondolok, de sokszor mondjuk előadás kezdés előtt, amikor férfi kollégák azt mondja, jaj, de fáradt vagyok, mert mit csináltam? Hát próbáltam, utána szöveget tanultam, és hát most még az előadás, hát fáradt vagyok. És akkor így eszembe jut, hogy ugye amikor olyan 3-4-7-kor csörgött a veker, és ugye a gyereket összekészítettem, elvittem óvodába, bevásároltam, utána elmentem próbára, ügyet intéztem, nem, és akkor én is ugyanott vagyok a jelmezben az előadás előtt, akkor én most nem szólok egy szót se. De tény is való, hogy én szerintem azért egy nőnek többféle szerepkörben kell egyszerűen helytállnia. És ez nagyon nehéz dolog, mert közben ugyanúgy szeretnénk, amikor munka van, akkor oda koncentrálni és csillogni, és csak hát néha az a fény a szememben már néha azt hogy nem olyan egyszerűen jön, amikor tényleg egy ilyen keményebb nap után kerülök oda, de azért én remélem, hogy ezért még ez sokáig így sikerül valahogy ezt kormányozni, ezt a csónakot, úgyhogy mindenhol sikerüljön megfelelni. És ezzel nem kisebbíteni akarom itt a férfiak dolgát vagy szerepét. Más a felelősség, vagy más az napi időbeosztás. Na jó, most onnan kanyarodtunk ide, hogy a szelebúrdi. Igen, most az Eszter elhangzott. Eszter, te is tudsz mondani? Hát én ezt a türelmes, inkább én nyugodt mondom, én innen... Nyugodt egyébként? Nem, tehát hogy nem tudom ezt egy szóval megfogalmazni, nem, hanem ő egy nagyon hirtelen haragú és nagyon vehemens ember egyébként, amit kevesen tudnak róla, de szerintem ez, tehát alkalmazkodóbb lett az évek során. Szerintem. Igaz, javultam ebbe. Igen. Néha előtör. Még igen. Tud az Eszter olyan helyzetek elé állítani, amikor így az előtör, de nem csak az Eszter, hanem egyébként más helyzetben is, de próbálok javítani ezen. Kicsit nagyon-nagyon röviden beszéljünk arról, hogy jutottunk el a napjainkig, onnantól kezdve, hogy mondjuk egy-egy színházba beléptetek, és elkezdődött a karrieretek. Hú, az nagyon rég volt. Egy nagyon röviden, hogyha össze tudjuk foglalni, hogy melyik ötöknél hogy történt. Az első ilyen színházas szereplés, vagy? Hát én először a Rock Színház stúdiójába jártam még ilyen 16 évesen, és akkor onnan választottak ki a Vidám színpadra egy darabba, amit valaki elkezdett rendezni, aztán a Bodrogi Gyula átvette, akkor ő volt ott az igazgató, és hát egy nagyon nagy élmény volt Gálvölgyi János a Csala Zsuzsával, Nyerte Zsuzsával, Bőröndi Tamással, Straub Dezsővel, tehát ezzel a társasággal ott egy légtérben mozogni egyáltalán. De hát ez 16 éves voltam, és akkor igen, ez volt az első. És Fehérvár hogy csöppent az életedbe? Aztán operett stúdiós lettem, most próbálok egy nagy léptékben, mert nagyon én többszörös pálya elhagyó voltam már ilyen 20 évesen. De aztán úgy hozta az élet, hogy az operett színház stúdiójába jártam, és akkor egy kicsit, tehát miután én ilyen ábrándozós természet vagyok, tehát kevésbé voltam céltudatos, és néztem, hogy a többiek térképekkel borítják a padlót ott az operett színház stúdió, vagy hát a tantermünkben, és kérdeztem, hogy mit csináltak, és mondták, hogy hát miért jövőre te mit fogsz dolgozni, hát megyünk meghallgatásokra. És akkor mondták, hogy már hány helyen jártak. Úristen, tényleg én erről lecsúsztam, most én velem mi lesz tulajdonképp? De hát én hiszek nagyon így a sorsban, úgyhogy tulajdonképpen két színház maradt, három, ahova én még el tudtam menni, mert időben még úgy jött ki. Ezek közül az egyik volt a Vörös Marti Színház, a másik, az most mindegy, hogy melyik volt, oda beléptem, és valamiért azt éreztem, hogy nem az én közegem.
és ott is volt egy felvétel, és ott az előttem levő lány elénekelte azt a két dalt, amivel én készültem. Tehát egy olyan jel volt, hogy, és akkor bementem, és kérdezték, hogy mivel készültem, mondtam, hogy mi az a két dal, mondták, hát ez most volt valami mást, akkor megvontam a vállam, mondom, jó, akkor énekeltem valami mást, kérdezték verset, mit hoztam, mondtam a címet, mondták, jaj, az már nagyon sokszor volt, és akkor elmondtam egy Pilinszki 4 sorost, és bevágtam magam mögött az ajtót, hát úgy gondoltam, hogy nem fognak oda hívni. A következő hely az volt a Vörösmarty Színház, ahova viszont beléptem, Haraszti Zsolt volt még a művészeti főtitkár, aki rettenetesen kedvesen fogadott, minthogy én nem is tudom ki lennék, és közben itt álltunk több százan jelentkezők egy ilyen nagy castingon, és akkor Horváth Péter volt a művészeti vezetője a színháznak, illetve akkor még nem is alakult ez konkrét társulat, tehát még akkor tervezgették csak a gondolatát, és úgy volt, hogy egy konkrét produkcióra keresnek valakit, és akkor nagyon-nagyon sok emberből kiválasztottak. És aztán utána mondták, hogy egyébként társulat alakul, és hogy van-e kedvem csatlakozni a következő évben. Tehát akkor így kerültem ide. És aztán jól itt ragadtál. És aztán jól itt ragadtam, mert ugye a harmadik színház az pedig a Miskolci Nemzeti Színház volt, és én Miskolcon játszottam már előtte operett stúdiós éveim alatt nyaranta, és ott is volt egy meghallgatás, ott a West Side Story-t mutatták be ugyanabban az évben, amikor én ide szerződtem. És oda mindenképp el akartam menni, mert nekem az nagy szerepálmom volt, azóta leszoktam erről a szerepálmokról. És akkor a West Side Story-ban nagyon szerettem volna az Anitát eljátszani, és mit ad Isten, meg is kaptam. Ott egy meghallgatásom, és akkor már innen nem engedtek el eljátszani. És akkor mondták Miskolcon, hogy szerződjek át hozzájuk, nekem ott sokkal jobb dolgom lesz. És akkor sírtam egy pár hétig, hol az öltözőben, hol otthon a párnába. Itteni igazgató Péter Fiatél azt mondta, hogy legyek türelmes, most ő ide engem nem enged el, de higgyem el, hogy majd jó dolgom lesz, és akkor bíztam benne. És akkor mondtam, hogy jó, akkor maradok, és meglátjuk, hogy mi lesz. De nem bántam meg. És nálad? Én 10 évesen játszottam először a Veszprém Petőfi Színház egyik felnőtt előadásában, aztán 13 évesen egy ifjúsági filmben már forgattam, aztán 18 évesen lettem stúdiós, ott Veszprémben, azt elvégeztem, ott lettem színész, aztán egy évadot voltam Zalaegerszegen, aztán onnan visszamentem Veszprémbe, és aztán Veszprémből jöttem ide Fehérvárra 16 évvel ezelőtt. Tehát röviden összefoglalva ez a pályafutásom, és én is hiszek abban, hogy semmi nincs véletlen. És szerintem Eszternek is, és nekem is ide kellett kerülnünk ebbe a városba, és ez biztos, hogy nem véletlen. Tehát amennyi mindent, amit az előbb is említettem, annyi, ha csak arra gondolok, hogy mennyit kapunk az emberektől, az már önmagában nagyon sok, de mondhatom azt, hogy a pályánk is, hát igen, szépen indult el neked is, meg nekem is, és tulajdonképpen nagy törés nem is volt. Tehát tulajdonképpen minden évadban játszottunk, vagy kaptunk olyan feladatot, amivel szakmailag és emberileg is fejlődni tudtunk. És az nagyon fontos szerintem egy színész életében, hogy folyamatosan fejlődjön még, mert itt nincs plafon. Tehát nincs az, hogy valaki már kész színész, és nem lehet ezt jobban csinálni. Én hiszem azt, hogy lehet még jobban és még jobban, és ebben is nagyon hasonlóak vagyunk Eszterrel, hogy nem dőlünk hátra, pedig hála Istennek nagyon sok sikerünk volt már ebben a színházban, hanem hajt minket előre az, hogy igenis ezt még jobban és még jobban szeretnénk ezt a pályát elsajátítani, illetve minden nap megmutatni az embereknek azt, hogy hogyan lehet még hitelesebben a szellemünket és a lelkünket megmutatni, illetve átadni a kedves nézőnek. Ez így mindig hajt minket, és ez egyáltalán nem csitul, hanem egyre erősebb talán. Maximalisták vagytok, azt mondhatjuk? Nagyon. Tehát ha olyan feladatot kapunk, ami valóban nagy kihívás, akkor nem kérdés sohasem az Eszternél sem, és nálam se, hogy ha arról van szó, akkor éjjel-nappal képesek vagyunk ketten elvonulni egy próbaterembe, és addig gyakorolni, amíg nem lesz tökéletes. Tehát volt is erre egy példa, amikor a Bóbis László stepvilágbajnok készített koreográfiát egy operettben, és hát ott egy 6-6,5 perces számot kellett végtáncolnunk, amiből 4 perc... Három gyors öltözésemből 4 perc step volt. Kis lépcsőn, nagy lépcsőn, színpadon, tánckarral, ketten, tehát őrület volt.
És hát ott heteken keresztül, már a koreográfus ránk szólt, hogy fejezzük már be a napi gyakorlást, mert ez már embertelen. Mi akkor is azt éreztük az Eszterre, hogy nem. Ez még. És hála Istennek ez nem csökken bennünk, vagy nem hagy alába lelkesedés, ugye mondhatom ezt a te nevedben is. Hát inkább, vagy nem is tudom, szóval igen, ez a maximalizmus, hogy nyilván az ember ezt belülről nem így éri meg, hanem egyszerűen csak van egy ilyen késztetés, hogy jó, kell csinálni. Tehát, hogy az ember, ha már csinál valamit, de én általában ugye az élet minden területén így vagyok, most vagy csinálom, vagy akkor nem csinálom. És hogyha ha meg csinálom, az meg akkor legyen jó. És hát annak idején, amikor Kállai Ilona azt mondta, hogy ő izgul előadás előtt, akkor soha nem felejtem el, hát mit tudom, voltam 20 éves, és mondom, úristen, hát azért a Ciluka biztos ezt egy picit ilyen pózból mondja, vagy nem. És akkor, hogy teltek az évek, akkor rájöttem, hogy te jó Isten, hát dehogy. Szóval, hogy a felelősség az egyre nagyobb. Tehát egész az idő más... előre haladtával, hát mondjuk egyre ne? Jobban hát izgultok ami... egy-egy előadás hát, előtt. Hát az... Minél több tapasztalatom, annál mert az annál ember jobban? A pálya elején ide nekem az oroszlánt, oda mentem, és azt mondtam, hát persze, hogy én vagyok a legjobb. És aztán egyszer csak az ember, de szerintem minden dologgal, tehát ez biztos megérti az is, aki egész mással foglalkozik, tehát akár a nyelvtanulás, hogy minél inkább tanulsz valamit, annál jobban rájössz, hogy mennyi mindent nem tudsz még, mennyi mindent lehetne még azon csiszolni. És hogy az ember valahogy így van vele, hogy minél többet kapizsgál erről az egészről, annál inkább lesz még egy igénye magával szemben, hogy még mit lehetne. És hogy ráadásul van egy ilyen felelősség, hogy most már sokan miattunk jönnek a színházba. Tehát nem az van, hogy mi ott egy vagyunk ott a sok közül, hanem bizony, amikor tudjuk, vagy írják a ilyen-olyan közösségi oldalakon, hogy azért vettek bérletet, meg azért jönnek az előadást megnézni, mert tudják, hogy Jani van benne, vagy én vagyok, vagy mind a ketten. Szóval, hogy ez az egy rettenetes felelősség. Vagy hogy tudjuk egy fellépésre, hogy... Hát például sokszor volt olyan, hogy azt mondták, hogy lehet korábban kezdeni, hogyha sietünk. És akkor mondja Jani, hogy hát ne kezdjünk korábban, mert tudja, hogy vannak buszokkal, akik más településről azért jönnek oda, mondjuk Fehérvár központjába, hogy minket lássanak. Hát akkor ne tegyük meg velük azt, hogy azért, mert mi sietünk, azért mi előbb elkezdjük. Szóval, hogy ez mind olyan dolog, ami hát ilyen édes terheket ró az ember vállára, hogy igen, most nekünk már valaminek meg kell felelni, valamilyen elvárásnak, és nem lehet csak úgy bele a világba. Vagy sikerül, vagy nem. Ilyenkor a hiba lehetőség, hát ugye az van, az adott. Az mennyire ijeszt meg titeket mondjuk, hogyha hibáztok, vagy mennyire tudjátok ezt kezelni? Hát egyrészt nagyon nagy segítség az, hogy nagyon sokat játszottunk már együtt. Tehát, hogyha valamikünk téveszt, akkor azonnal a másik tud reagálni. Tehát ez is nagyon-nagyon jól működik közöttünk, hogy tulajdonképpen soha nem volt olyan helyzet, hogy kellemetlen helyzetbe kerültünk volna. Tehát mindig kisegítjük. Teszem azt, elfelejti valamelyikőtök a szöveget, és a másik mondjuk. Átveszi? Igen, vagy de mondjuk hála Istennek, én megmondom, hogy szerintem olyan nagyon nagy hiba nem volt. Meg a másik, hogy amit mondtam a fellépésekkel kapcsolatban is, hogy amikor például két szereplős darabot játszunk, tehát nem fordult olyan elő, hogy eladás előtt nem mondtuk volna össze a szöveget. Hiába játszottuk mondjuk tegnap is, vagy tegnap előtt is, egyszerűen akkor nyugszik meg az ember, vagy akkor tiszta a lelkismeretünk, hogyha mindent megteszünk. Így is persze benne van a hibázási lehetőség, de akkor utána legalább meg tudom nyugtatni magam azzal, hogy én mindent megtettem annak érdekében, hogy az jól sikerüljön, valamiért sajnos lehet, hogy éppen akkor nem sikerült annyira. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne legyen hiba, de hát persze becsúszik. Most volt nálatok egy évadzáró, és hát ugye most egy kis pihenés következik, de nem teljesen, ugye azért ti nem álltok meg, nyári színházra készültök. Kicsit beszéljünk a jövőről, hogy mi minden várható itt a nyáron, és hát ugye ősztől az új évattól kezdve mi mindenre számíthatnak majd a nézők, illetve a közönség. Mondd a nyarat, én mondom a következő évadat. Jó, a nyár, hát igazából egy próbafolyamat majdnem finisében vagyunk, a Födó hülyéje című bohózatát próbáljuk, amit most a Szárazréti Szabadtéri Színpadon láthatnak majd a nézők, ez egy újdonság ebben az évben. És most itt van egy kis leállás, és aztán majd július 9-én, akkor érünk a finishbe, akkor lesz egy főpróba hét, és utána 16-án a bemutató, és akkor 4 előadást játszunk ebből a Födó darabból,
Aztán én még közben az Operettszínházzal megyek Fertőrákosra, csináltunk egy koprodukciót, az Abigailt, az elmúlt évben? Hú, egy kicsit sűrű volt ez az év, és most zavarban voltam, mert igen, tehát az elmúlt évben csináltunk velük egy szériát, és nagyon kedvesek voltak, most meghívtak nyárra játszani, János is jött volna, de neki most más elfoglaltsága van, illetve aztán még a koronázást várjuk nagy izgalommal, mert tehát ott még nem akarom előre mondani, hogy, vagy nem tudom, hogy mennyit szabad abból elárulni, de hát ott is találkozhatnak majd velünk itt a városi forgatagban a nézők. Ezen kívül kiegészíteném Esztert, hogy éppen most készülünk pár hét múlva egy Máté Péter, Cserháti, Széchy Pál, Domján Edit összeállítású műsorra kértek fel minket egy másik városban, ez júniusban lesz majd, oda is szintén kettőnket hívtak. Aztán nekem még ezeken kívül a Veszprémi Színházzal játszom a Tokaji Aszú című operetben, ezt többször játszom a nyár folyamán Balatonfüreden, megyünk vele Egerbe, aztán nekem is van ez a nyári színház, akkor a Nyíregyházára megyek, a Balfát Szent Vacsorára, szintén az Vörösmarty Színházas előadás. Tehát tulajdonképpen, hál' Istennek, elég sok dolgunk van a nyáron is, és ezen kívül is vannak még fellépéseink a megyében, illetve a városon kívül is, de azokat már nem sorolom fel, mert vége lesz a műsoridőnek. És akkor gyorsan a következő évadról annyit elárulnék, hogy beszélgettünk arról, hogy összeosztanak minket, és hogy új szerepek. Hát a következő évad az hihetetlen izgalmakkal teli lesz, én mondhatom szerintem bátran, hiszen lesz egy új kétszereplős bemutatónk, amiben csak ketten játszunk. Az a címe, hogy Jövőre veled ugyanitt. Ez egy romantikus vígjáték. A Pelikán Kamara Színházban lesz a bemutató, Hargita Iván rendezi. Koprodukcióban készül ez az előadás, a Veszprém Petőfi Színház és a Vörösmarty Színház közös produkciója, ami azt jelenti, hála Istennek, nagy öröm számunkra, hogy Veszprémben is egy bérletsorozatban eljátszhatjuk, illetve Fehérváron is fogjuk játszani. Ez hihetetlen nagy lehetőség színészileg. Tehát én abban biztos vagyok, hogy akárcsak a két összeillő ember, ez is pályánk egyik meghatározó előadása lesz. Szinte biztos vagyok benne. És utána pedig decemberben Ebbe szeretőket játszunk. Bocsánat, ezt muszáj elmondani, mert nagyon édes történet. Ez egy pár, de úgy pár, hogy egy üdülőhelyen találkoznak össze, mind a kettő teljesen más okból kifolyólag van ott, és valahogy egymásba habarodnak, de mind a kettőnek családja van. És ebből egy ilyen kis affér lesz, egy ilyen kis liaison kettejük között, évente egyszer egy napot töltenek ott együtt. És akkor mennyi, 4 vagy 5 alkalmat? 5 alkalmat mutat be az előadás, amikor nem tudom hány éve elteltével. Tehát egész fiatalon ismerkednek meg, és a végén meg már azért ilyen élelmedetebb korban vannak, amikor az utolsó jelenetben látjuk őket. Szóval nagyon, nagyon izgalmas, és nagyon, nagyon sok lehetőség van benne valóban, mert olyan jó kis keserédes történet. Meg ti egyébként is szeretitek az ilyeneket, meg azt is, amikor ti kettesben lehettek. Igen, és akkor még decemberben férj és feleség leszünk az Isten pénze című musicalben, ami szintén koprodukció a Veszprém Színházzal és a Vörösmarty Színházzal, Hargita Iván rendezi. Hát gyönyörűséges karácsonyi történet, amiben először fogunk olyan házaspárt alakítani, ahol több gyerekünk is lesz. Ilyet mi nem játszottunk. Ilyen még nem volt. Ilyen még nem volt. Egy gyerekünk volt már. Aha. De több gyerek nem. Egy újabb variáció. Ez egy újabb variáció, úgyhogy remek feladatok várnak ránk, és szeretettel várjuk a kedves nézőket. Akkor még csak egy dologról beszéljünk. Mikor pihentek, és hogyan a nyáron? Az én kisfiam iskolába megy ősszel, és ezért én nagyon-nagyon szeretném, meg a férjem is, hogyha nagyon jó kis nyara lenne. Most még konkrétumot nem tudok mondani, több terv is van, de az biztos, hogy hát így az én naptáramhoz kell igazodni mindenkinek. Úgyhogy most keressük azokat a kis szüneteket, amikor el tudunk majd menni együtt, de tehát valamit mindenképp szeretnénk kitalálni, hogy ez ilyen tartalmasan teljen, aztán majd a nyár végén íróasztal vásárlás, iskolatáska, tanszerek, szóval ilyen prózaibb dolgokra kell majd koncentrálni, és akkor így megyünk majd neki a szeptembernek, de remélem, hogy addig nagyon jó heteink lesznek. Nálunk konkrétan, amit mi is beszéltük meg, nagyon nehéz összeegyeztetni a mi naptárainkat is, hiszen a feleségem szakmabeli ugye nem színésznő, hála Istennek,
de színházban dolgozik Veszprémben, tehát neki is rengeteg elfoglaltsága van, nekem is, és nagyon nehéz összeegyeztetni ezt, hogy mikor is fogunk tudni elmenni. Most úgy tűnik, hogy napokra fogunk tudni csak, és belföldre, tehát valószínűleg külföld nem fog összejönni egyébként, ami nem is baj, hiszen szerintem Magyarországon rengeteg olyan hely van, amit érdemes megnézni. Tavaly például nyáron Fehérváron nyaraltunk. Tényleg, a legjobb. Tényleg így volt, hogy itt kisvasutaztunk, meg mindent kipróbáltunk, amit én évközben nem tudok. Három napot itt töltöttünk, és nagyon-nagyon izgalmas volt, és nagyon jó. A városunknak is egyébként egy nagyon jó promó lenne. De tényleg egyébként a Borivártól elkezdve mindenhova elmentünk, és hihetetlen nagy élmény volt, hogy amire nekem évközben itt nincs időm, akkor így családostul, hogy egyszer csak, mint egy turista, de közben meg hát a szívem ugye az nagyon, nagyon nagy szeretettel van a város felé, és ez egy plusz öröm volt, hogy itt töltöttük a nyarat is. Én azért kívánok nektek azért mindenképpen egy kis pihenést a nyárra, és hát olyat nem szabad mondani, hogy sok sikert a jövőhöz, de inkább kéz- és lábtörést kívánok majd nektek az újabb évadra, és persze sok-sok látogatót a nyári színházhoz. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy eljöttetek. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!